Halló, halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkotassatok saját véleményeket. Ne felejtjétek, a lényeget jót kell venni, pirosba, nem a zöldet magasba. Kezdjük is a Mester 3-assal, lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel csatornára, aki még újonnak ajánlom, hogy olvassa el a videók alatti leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne, többek között azt is, hogy kezdőknek, kriptorok, befektetőknek Bitcoin hírek, kereskedőknek Kriptofólió Hungary. Aki meg konzultálni akar, az jöjjön vasár, vagy mi szombat délután egykor a kérdez felelekre. Na jó, és akkor haladjunk is, bevezetőnek! Itt de nézem, hogy itt csak a kis embereket, csak a kis emberek segítik, hát ez ennyi, úgyhogy tök érdekes, itt izé. A lány itt egyetemi utolsó évein így hárman összeálltak, és akkor azért Indonéziában halász volt az anyja is, a halászoknak adott el mindenféle eszközt, meg ez az. De hát mondja, hogy a halászok ott, hogy felvásárolják a halakat, meg minden, hogy majd a hajdílerek, vagy akármi, hogy majd holnap fizetünk, meg most nem fizetünk a halászoknak, meg ez az az, hogy megy a nagy zsiványkodás náluk. És akkor szüleinek se tetszett, hogy miért pont a halászati iparba akarnak valamit fejleszteni, hát ott nincs pénz, meg ez az az. Aztán végül is csak megcsinálták, hogy a... Igen, hogy kapjanak pénzt a kis embere, a köztes szereplőket, ugye bármint van itt nálunk a központi bank, a kereskedelmi bankok, meg a nép. És akkor a központi bank, ha pénzt akar adni a népnek, akkor azt a kereskedelmi banknak adja, hogy az majd elvileg odaadja a kis embernek, csak hát most sarta itt Covid közben oda ugye már, megtartják maguknak, úgyhogy a köztes szereplőket mindig lehúzzák meg, hogy el kell tartani a bankigazgatónak, ki kell fizetni a mercét, meg ilyenek, ha pénzt akar használni az ember közben. Úgyhogy megcsinálták valami applikációt, amivel a köztes szereplőt kiirtották, és akkor most már a halászok közvetlenül a vevőknek tudják adni a halakat, vagy kiszedtek több ilyen köztes alvállalkozókat kiirtottak a rendszerből, csináltak valami applikációt, és akkor végre normális pénzt kapnak a halászok is, mert mindig alvállalkozó, mindenki leveszi a sápját, azt mire mi megveszünk a boltba valamit, az már 5-ször meg 10-ször annyiba kerül, csak mondtam valamit, mint amennyire a halász kifogta. Mindenki azon akar nyerészkedni másnak a valódi munkáján. Úgyhogy ez tök szép kis sztori volt itt. Na jó, azt mondja, hogy még egy érdekesség. A Mr. Robotban haladtam megint egy kicsit tovább. Jó, második évad második részének a vége, azt most nem fogom bemutatni, de hát nagyon brutál, az öreg letol az asztalnál, ugye bár, hogy világgazdasági válság, nagy világválság, még ilyenek, ott is... Hát mit csináltak? Akkor bezárták a bankot, utána meg azt hazudták a népnek, hogy jaj, most már minden, most már jó vannak a számok, már csináltak olyan számokat, hogy most már minden jó, és akkor a nép meg elhitte, benyelte a mesét, azt akkor már minden tovább, senki nem lett felelősségre mondva, hogy így működünk. Műriportok, én aztán bőven tudom, hogy milyen műriportokat, meg hogy nyomnak multinacionális cégeknél, meg mindenfelé, hogy jó legyen a részvény, legyen minden zöld, minden riportba. Tök mindegy, hogy mi a valóság. Jó. Azt mondja, hogy... És akkor egyet akarok még bemutatni, hát nem hiszem, hát mondom, de miért ne hinném, hát teljesen egyértelmű, hogy úgy néz ki, hogy az... De gyorsan akartam mondani, az Anonymous már a Covid előtt hónapokkal, mielőtt nyilvánosan kijött, hogy Covid lesz, már azelőtt tudták, hogy Covid lesz, hát persze, hát a hátsó... Ugye már ami a lényeg az Anonymousnak, a hackereknek, hogy nincs titok, náluk nincs titok, ez olyan, mint a kriptotér, ők feltörnek mindent, mindenhez hozzáférnek, nincs az, hogy a kormány letitkosítja, hogy az én pénzemből titkolózik, azon, hogy én ne tudjam meg, hogy mire költi az én pénzemet. Így működnek ugyebár a kormányok, hackerek meg feltörik, előttük nincs titok. Úgyhogy ez tök érdekes volt, azért gyorsan ez csak egy 10 másodpercet, hogy ez a második évad negyedik rész, azt mondja, hogy 2019. október 4-én jött ki, tehát valahogy ezt még fel is kellett előtte venni, valahogy nyáron vehették fel 2019-ben, vagy ilyesmi, a fasorban nem volt a Covid, még semmit nem mondtak róla, és mennyire érdekes, hogy egyébként a sorozatot, itt társprodukció, tehát az Anonymous kollektíva, Anonymousosok itt segítettek megcsinálni ezt a hackeres sorozatot. Na de itt ez a rész azt mondja, hogy benne fasorban nem volt a Covid, és már véletlenül a metró jön egy ember, aki pont egy maszkba teliben belenéz a kamerába. Elkem úgy nem is játszik a sorozatba, csak úgy véletlenül, amik már ott utalgattak, hogy na mindjárt jön itt a mindenféle vírusozós marhaság, amit csinálnak a világ elitje. Azt mondja, hogy 13-11-nél kezdődik ez a 5 másodperces rész kb. Jó. Jaj, kéne már új... Hozd a reklámokat már a gomb. Jó.
És csak ennyi, egy ilyen kis apróság, jön és belenéz a kamerába telibe a maszkos ember, mikor senki nincs a metró maszk, meg még egy szóval nem beszélt senki arról, hogy Covid lesz majd itt létrehozva, de az Anonymousnál úgy látszik már vágták. Na jó, ez tök érdekes volt tegnap, hogy néztem a sorozat közben, na, ezt elmondom. Na, haladjunk tovább, világgazdasági és kripto hírek. Azt mondja, hogy... Jó, igen, erre, hát a Bitcoin most ezért, a zöldben van az egész piac, na mindegy, erről is lesz majd hír. Hát az lenne a világ legnagyobb faszopósága, hogyha eladáskor eladnák a Bitcoint, amikor megy le a tőzs, de amikor felmegy, most meg nem húzza magával, nem is értem, hogy mi a jó Isten, mit csinálnak, vagy most meg az furcsa lenne, hogyha a kriptobálnák szakítanák most be a piacot, mikor az egész világpiac megy felfelé, azt akkor saját maguk alatt kivágnák a fát. Na mindegy, majd piaci áttekintésben ránézünk, de valami förtelen, ami tényleg most megy. Itt kriptotéren. Na azt mondja, hogy kezdjük is Euronews-on, kettő apró falva hír vagy egyszer. Ókori egyiptomi műkincseken nyerészkedhetett a Louvre volt vezérigazgatója. Illegális műkincs kereskedelemmel vádolják a párizsi Louvre korábbi elnök igazgatóját. Jean-Luc Martinez 2021-ig 8 éven át vezette a világ egyik leghíresebb múzeumát. A nyomozók szerint a férfi szemet hunyta fölött, hogy hamis papírokkal igazolták több 10 millió euró értékben vásárolt egyiptomi régiségek eredetét. Ugyebár ki a jó Isten mondja, hogy lehet vajon megmondani, hogy ezt most Jancsika gyúrt a hétvégén agyagból, és akkor eladják 10 millió dollárért, vagy ez egy eredeti? Hát hogy? Hát ehhez kéne valami műbizonylat, nem? És akkor hogy lehetne ezt vajon megoldani? Hát egyértelmű, itt vannak az NFT-k, azért vannak az NFT-k, meg a blokkláncok, mert átláthatatlanak, hamisíthatatlanak. Ha már NFT lenne a műbizonylag mögött, akkor nem lehetne hamisítani, nem tudna így azért milliókat nyerészkedni a műkincs igazgató se. Írtam is, hogy ezért is kellenek az NFT-k, nem csak azért, mert véget vezettek a kilométer óra visszatekerésnek, meg a piacon vett diplomáknak, mindkettőről van videóm, akit érdekel. A blokkláncok átláthatóak és hamisíthatatlanok, a hamisíthatatlan adat maga a műbizonylat. Éljen a békés forradalom. Mindent az egész világot rendbe teszik a blokkláncok, hát ezért nem szeretik a nagy pénzesek, mert ők a titkolózást imádják. Mindent lehessen titkolni, nehogy rájön a nép, hogy miket csinálunk. Na jó, tovább, rendkívül adót vettek ki az olaj- és gázipari óriás cégekre az Egyesült Királyságban, ezt leadom végig, de itt is benne is van mindenhol a lényeg. Tegnap ezt már mondtam. Jelentős támogatási csomagot jelent Rishi Sunak brit pénzügyminiszter, amellyel a megugró energiaszámlák által sújtott fogyasztókat támogatják. Ideiglenes 25%-os rendkívüli nyerességadót vetnek ki az olaj- és gázipari óriás cégekre. Az adót megszüntetik, ha az olaj- és gázárak visszatérnek a normális szintre. A bejelentett intézkedések összességében 15 milliárd font támogatást biztosítanak. A már korábban bejelentett tervvel együtt, így a GDP 1,5%-ával 37 milliárd fonttal támogatjuk a megélhetési költségekkel küzdő családokat, mondta Sunak a brit parlamentben. A pénzügyminisztérium szerint a bejelentett adó mintegy 5 milliárd font bevételt eredményezne a következő évben. Ebből a pénzből, valamint további 10 milliárd fontból olyan támogatási kifizetéseket finanszíroznak, amelyek különösen a legszegényebbeket segítik. Na, tök király legalább, ugyebár ne a gazdagok legyenek már még gazdagabbak, még a válságokkal is. Pedig általában ez szokott lenni, úgyhogy, jaj, még most esett le, ez érdekes volt, hogy ők is már az angolok se az óangolt használják, már itt se azt mondták, hogy milliárd, hanem hogy billion, itt is, már az angolok is billiónak mondják, az óangolt az csak Európában ragadt meg, ugyebár Brexit óta már a britek se tartoznak az Európai Unióhoz, ránk hagyták ezt az 1000 éves lassúnak álszázott számítási módszert, hogy milliárdnak hívjuk a billiót, tiszta vicc. Jó, azt mondja, hogy nézzük tovább. CNBC-n mi minden volt? Egyszer, majom Pest is több mint 20 ország belterjedt, bla 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 bla, de ez fel tudják, vagy nem veszélyes, meg lehet kordába tartani minden, hát egyértelmű, már túlragozzák ezt a hülyeséget. Akkor India azt mondja, hogy ő akar a világnak a drogdílere lenni, vagy a világ gyógyszertára, de hát itt még használ a gyógyszerszót, itt még idézőjelben merték használni a gyógyszerszót. Csak azt mondják, hogy az alapanyagokhoz, rengeteg drog alapanyagoknak a nagy része az Kínából származik, és el kell szakadni a Kínától valahogy, neki is meg kell a drog alapanyagokat termelni. És akkor utána India lehet a világ drogdílere. Jó, nézzük tovább.
Több ezer ember hagyja el Hongkongot, és már most... Ja igen, mert hogy kivárták itt, ugye bár volt a Kína, visszafoglalta Hongkongot, vagy 3 éve, 4 éve, ahogy így, nagy lázadások voltak, meg minden egyéb. Aztán a Covid miatt ott ezért beragasztották őket, hogy nem lehet sehova menni, aztán most hozzák a hülye kínai törvényeket, meg túl covidozás, minden maraság. De most már lehet mocorogni, úgyhogy most már menekülnek csőstől, 10 000 számra menekülnek Hongkongból, az emberek mennek át Szingapurba, átköltöznek. Jó, azt mondja, hogy ha ingatlan árak, ezt hoztam is itt a híreknél is orra. Hova szakad a bitcoin, mikor így megy fel a hagyományos tőzsde, a Wall Street? Ez már egy fú, de gyökérség megy most. Ingatlan eladások kezdenek beindulni első körben. Aha, 9%-kal nőttek az elmúlt héthez képest az ingatlan ajánlatok, az eladó lakásoknak a száma, hogy minél egyre többet el akarnak adni, mert rájöttek, hogy bár vörösen ízlik az ingatlan piac, már annyira a plafonon van, hogy most jön a korrekció, úgyhogy mindenki el akarja adni most már az ingatlanját, aki csak kereskedésre, üzérkedésre vette, nem a hosszú távra befektetésnek. És akkor igen, már csökkennek is az árak az ingatlan piacon, 2019 óta nem csökkentek ilyen mértékben az ingatlan árak. Itt nem tudom, hát a CNBC az amerikai, hogy itt miért, hogy európai házat tettek fel, hát ez téglából van rendesen. Ez nem olyan ház, amit elfúj egy hurikán, meg ott van egy Volkswagen, tök érdekes. USA-ban ilyen fadarabokból rakják össze ugyebár összes házat. Félmillió dolláros házak, meg millió dolláros házak, az fából van az egész. Legkisebb vihar tönkre teszik kb. Na jó, nem a legkisebb, de tiszta vicc, hogy erre játszanak, hogy nem építenek normális rendes házakat téglából. Azt mondja, hogy tovább, egyre többen, a nagy felmondási hullám volt ugyebár a Covid közben, de most meg egyre többen jönnek vissza dolgozni, akik felmondtak, azok is, mert hogy most meg nőnek fel a fizetések, meg minden egyéb. Jó. Azt mondja, hogy igen, Goldman Sachs már azt mondja, hogy de most már el kell kezdeni tőzsdei részvényeket vásárolni, energiarészvényeket, főleg, oké. És akkor nagyon sokan veszik már vissza a részvényeket, most már elkezdődött a felvásárlás a hagyományos tőzsdén, 8 hét után, 7 hét, 8 hét után, hogy veszik Dow Jones 8 hétig szakadt, addig volt piros S&P, Nasdaq 7 hétig. Azt mondja, hogy Santoli azt mondja, hogy Nvidia-nek a visszapattanása is egy jele lehet annak, hogy a piac már eleget zuhant, most már elindul felfelé, úgyhogy Nvidia gyorsan mutatom, takarodj már, bitcoin rákos geci, hát már mit mondjak rá, már komolyan mondom, ez bocs már idézőjelben virágnyelvé, de mi a faszom történik, amikor a hagyományos tőzsde meg így megy fel, pirosban, mutasd magad. Így, vagy zöldbe már így megy fel a hagyományos tőzs, de ezt meg szakítják, nem tudom már ki a jó Isten, nem tudom minek hívjam, szakítja. Vá, na jó, majd a piaci áttekintésnél ránézünk. Na de Nvidia a lényeg. Nvidia úgy visszapattant, hogy csak na, így visszapattant. Úgyhogy ezt mondják, elérte az alját, tegnap már olyat pattant vissza, hogy csak na, meg ma is megy tovább, tegnap előtt is elindult már visszapattanás. Úgyhogy már úgy összeszakították ezeket a technológiai cégeknek a részvényeit, hogy most elindult minden felfelé. Egyedül a bitcoin nem indul el, a fene tudja, hogy miért. Jó, azt mondja, hogy a vissza 15 percesbe, fúj, ezt ne is lássam, hogy mi történik itt. Ilyen full értelmetlen marhaság vagy most a kriptotérbe. Oké, Nvidia visszapattanása is egy jele, hogy megindultak a világpiacok, csak valamiért a bitcoin nem akar, remélem csak most manipulálják utoljára már ma, mert ez förtlem. Jim Cramer azt mondja, hogy az Nvidia, ő is azt mondja, az Nvidia-nak a lázárszerű feltámadása az ezért megváltoztatja ezt össze-vissza, ezért gubancolódott, mocorgó piacot, tiszta káoszt, most már elindulhat felfelé minden. Na akkor itt van a fehér fiú felfelé figyel, az négyes alliteráció, már múltkor is volt, egy hete volt ez a kép, mert azelőtt hónapokig nem lehetett látni, úgy látszik ez a képe annak, hogy megindultak a világpiacok felfelé, amikor a fehér fiú felfelé figyel a 1776-os. Úgyhogy itt is most ezt hozták hajnalba, hogy a futures részvények azok azért... Jaj, igen, még ha mínuszban is voltak, még 0 óra 10 perckor, éjfél után 10 perce, de már úgy mondták, hogy csak könnyültek 0,2%-ot, meg ilyenek semmi erős szót nem mondtak, meg hát utána meg átment zöldbe az egész teljesen, egész mára. Úgyhogy, ja, azt mondja, hogy a Dow Jones is 5 napja folyamatosan nő, az S&P és a Nasdaq is 7-7-es, hát a S&P meg a Nasdaq 7-7-es, a Dow Jones meg 8-7-es szakadásból jön most vissza.
A bitcoin is jöhetne már vissza, na jó, nem tudok már, fú, de felidegesített ez a mocskos piros gyertya, mit keres az ott? És akkor itt is mondják, hogy ezek a mélyen eladott tőzsdei részvények, teli van akció, mindegyik azt jelzi, hogy mindjárt visszapattan a piac, hát ezen a héten már vissza is pattantunk. És akkor az infláció, hogy azt próbálják nyomni, hogy már ugyebár infláció elérte a plafonját, már nem lesz drágább, magasabb az infláció, legalábbis a kormányzati KSH által kiadattatott számok szerint már lefelé alacsonyabb számokat fognak mutogatni, hogy most a boltba drágább lesz-e valami, vagy hát ha csökkenni fog valami, a boltba az ára, azon én nagyon elcsodálkoznék. Ennek hatására, tehát ez tök ugyebár köze nincs a valósághoz, hogy mit mondanak ők az inflációról, meg mi van a boltba. És akkor mondják, hogy ennek emiatt is indulhatnak meg a piacok, de hogy meddig fog ezt tartani, azt nem tudja senki fixen. Akkor Elonnál káoszos már az egész üzlet, már 12%-kal kevesebbet, rá tök mindegy, már kevesebbet élnek a részvények, mint mikor Elon bejelentette, hogy megveszi őket. Úgyhogy meg itt azért robotokra, hogy már nagy sok robot profilt generáltatnak, hogy úgy csináljanak, mint a sok felhasználó, úgyhogy mennek itt a kiakadások, meg ez az amaz. Oké, be most próbálják beperelni emiatt Elont, hogy azt mondják, hogy ugyebár hogyha itt a robotokkal is jött, akkor letolta az árat, hogy nincs annyi felhasználó, a valóságot megmutatta, azt most meg olcsóban akarja megvenni a valós áron, nem a műdrág áron a Twittert, úgyhogy beperelik, hogy képzelhető a valóságot, elmondja az embereknek. Tovább piaci manipulációnak minősítik. Azt mondja, hogy tovább elértünk a kriptotérbe, Jane. Ja, hát ez semmi, ez ugyanaz, hogy a Jamie Dimon semmit nem mondott. A JP Morgan mondta, hogy bár ő szerinte többet ér a bitcoin. Jelentőset fog nőni, legalább 38 ezeren kéne lenni az értékének. Csak hogy ez mennyire, hát mindegy, hogy mennyire próbálják ezért szenzáció hajház, ide írták Jamie Dimonnak a nevét, meg ide tették a képét, mikor semmi köze nincs a cikkhez. Csak annyi, hogy Jamie Dimonnak a JP Morgan-e mondja azt, hogy na jó. Manipuláció, hogy többen olvassák. Azt mondja, hogy igen, a kriptopiacó. Azt mondják, hogy medve piacban vagyunk, de valakit mondja, hogy ez nem is olyan nagy baj, mert a rossz kriptók azok kiperegnek, kiullanak, ilyenkor elértéktelenednek, ami nem komoly dolog. Jó. És akkor nézzük, CNBC-n jött-e valami videó tegnap óta, azt mondja, jaj, pedig bár megfogja, hú, már ezeket is meg kéne nézegetni azért egy-két perceseket, na mindegy. Igen, jó, itt is mondja valaki, szenátor, hogy a bitcoin az alapanyag kategóriába kell sorolni. Na, valami Mizuhótól azt mondják, hogy a kriptók azok nem termelő vagyontárgyak. Még hogy... Jaj, még hogyha a bitcoinra mondaná, de az is egy alapból mindegyik egy pénzrendszert, a valuták, kriptovaluták, azok egy pénzrendszert teremtenek, termelnek, olyat, amiben nem fosztják le a népet. A többi kriptó, azok meg mögött meg cégek vannak, amik szó szerint termelnek applikációkat, meg minden egyebet. Hát jó, hát kenyeret nem csinálnak, de attól függően, hát olyanok, mint tényleg, mint ha ilyen szempontból, mint a technológiai cégek, csak a bitcoin pont nem az, de mindegy. Az vagyon megőrző azt mondja, hogy mi van itt még a végén. Hát jó, itt vegyesen olyan általános hírek, amiket már elmondtam hétközben, azoknak az össze gyúrt verziója. Na jó, haladjunk tovább, a jó Isten ér szakad, nem egészítettem ki plusz szavakkal a káromkodást a bitcoin itt. Azt mondja, hogy tovább a Sanyi is csinált szinkront kriptodától, úgyhogy meg lehet nézni, itt küldte, úgyhogy én sem néztem, csak hogy bele-bele nézegettem gyorsan, mondom, nem húzom ezzel az időt, de belehallgattam, nem mondom, már te is átestél legalább a tűzkeresztségen, úgyhogy ő is csinált szinkront a tegnap este, ami volt a CoinMarketCap-nek a kriptokonferenciája, a Bolt CZ-nek ami a műsor, amiben CZ volt, azt a részt azt lefordította, úgyhogy itt megtaláljátok. Azt mondja, hát jó, hát itt van, ezt kell beírni a YouTube-ra, és akkor meg lehet találni. Tovább, ja, kriptoadózás. Annyi, hogy na hát, fantasztikus, mert ma meló után akartam, tegnap ugyebár, na, vagy mézé, OTP-ben voltam, megmutatták, hogy csak le tudom magamnak is kérni a kismillió havi kimutatást, úgyhogy össze is számolgattam minden, nem mondom, ma délután, meló után hívom a NAV-ot, aztán akkor csináljuk meg, hogy hol kell hozzáadni, mert magamtól nem találtam, hogy ilyen lekérdezős van,
de a módosítós közvetlen gomb nincs, úgyhogy a fene tudja. Erre fel kiderült, hogy péntek délután csak fél kettőig vannak, a fene vigye a dolgokat. Úgyhogy ezért már jövő hétfőn fogom felhívni őket. Na de közben meg megtaláltam, mert egy kattingattam itt jobbra balra, na van hátra találok valamit. Megtaláltam ezt a 164-eset, amit mondtam, hogy ezt kell itt elolvasni, plusz info. Hát ez annyi, hogy 2021-es adóévre is lehet már alkalmazni, most 2022. január 1-től él ez, de az előző 2021-es adóévre alkalmazható. Ez itt blabla, azt mondja, hogy igen, csak akkor kell adózni, adóköteles ügylet csak akkor keletkezik, ha kikerül a kripto világból a kriptoeszköz. Mindaddig, amíg kriptoeszköz kriptoeszközre váltódik át, az ügylet adómentes. Tehát akármi, egy szolonát lecserélek egy kadénára, vagy hát többre, akkor nem kell adózni utána, ha bent a kriptot, ugyan csak amikor forintba vissza, a bankba ugyebár visszautalja forintba magának a pénzt az ember, csak azután kell adózni, akkor itt bla 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 bla, mi a nyereség, veszteség, az a lényeg, hogy ugyebár ha többet vettél ki forintba, mint amennyit betettél forintba az adott adóévbe, akkor kell adózni utána 15%-ot, ha nem, akkor nem. Akkor viszont akkor el kell számolni veszteségnek. És akkor jó. Illetve itt a végén van még, hogy mondják, hogy a 2021-es adóévet megelőzően, tehát mondjuk 2020-as vásárlások, eladások, azt majd a 2022-es évbe kell adóba leírni a 2021 előtti kripto mozgásokat. Azt is kiszámoltam már én is, jó, úgyhogy ez még a vége. Amúgy meg hát mindenki úgy csinál, én is úgy hívom, felhívom, na most itt vannak előttem a számok, már kiszámoltam minden évre mennyi a, ki, be mennyi ment, ki mennyi jött, mondja mit, hova írjak, azt köszönjük szépen. Jó, na nézzük tovább, azt mondja, hogy mai hírek, a fő hír az ez lesz, ja, ez csúszott újra töltés, igen, azt mondja, hogy jó, hát jó. Hát ez tiszta vicc. Atya úristen, röviden, tömören, Sri Lanka csődbe ment, ezért még több pénzt nyomtatnak, amitől meg 40%-es lesz az infláció. Hát csodálatos, annyira, fú, hogy lehet a világ leghülyébb döntését hozni. Idióták ezek, mint az állat. Miután csődben Sri Lanka, igen, 2,8 billió dollár értékű rúpiát tervez nyomtatni, az infláció arra számolnak, hogy akkor ettől fel fog szökni 40%-ra. 1 trillió rúpia, ez a 2,8 billió dollár értékű sztori. És a kormánynak a jóléti programjait fogják ebből támogatni, mert hogy jaj, a népnek a jólétét akarja növelni a kormány. Ennél nagyobb hazugságot nem sokszor hallottam. Hát akkor már bitcoinra átálltak volna, nem a szándékosan manipulált, folyamatosan értéktelenedésével népet megfosztó pénzrendszert használnák, hogyha a népnek akarnának jólétet. Ne nevettessenek már. És akkor... Igen, mondják, hogy kemény napoknak néznek elébe, lesznek majd itt tüntetések, meg minden természetesen, amikor az emberek szenvednek, akkor tüntetnek. De biztosítani akarják, hogy a politikai rendszert azt ne destabilizálja itt a fosztogató rendszerük, az akkor is fennmaradjon. És akkor mondják, hogy a Covid tette tönkre a turizmusát Sri Lankának. És ja, egyébként itt van Sri Lanka, 20 millióan laknak itt Indiának a déli részén. Jó, egy kis sziget. Oké, és akkor visszatérve. A kritikusok habár azt mondják, hát itt igen, okolják a miniszterelnököt meg a kormányt, hogy adó kedvezményeket adtak, hát gondolom a haveroknak meg minden, és így kevesebb pénz maradt a kormánynál, úgyhogy most meg sír a szájuk, hogy nincsenek, nincs pénzük, meg csődbe mennek meg minden szarság. Mert már eladták az egészet a cimboráknak. Azt mondja, hogy igen, adósság csőd, 78 milliót kéne fizetniük április 18-ig, de most már még a 60 napos türelmi időszaknak is vége, ami május 18-ig tartott, és ők mindig nem fizettek, úgyhogy csődbe ment Sri Lanka. Erre fel pénzt fognak nyomtatni, hogyha úristen. Jó, nézzük tovább. USA tőzsdefelügyelete, lófa se csinál, mondja Hester Pierce kriptoalma az USA tőzsdefelügyeletétől, ennek hosszú távú következményei lesznek, hogy leszarják, hogy nekik törvényeket kéne hozni, és akkor mondja, hogy elsősorban rengeteg csalás van a kriptotérbe, mert ez most nagyon trendi mostanság a kriptotér. A másik oldalról az aggasztja, hogy egyáltalán semmit nem csinál az USA tőzsdefelügyelete, ugyebár semmilyen kriptotörvény nem hoznak ők se, ugyanúgy, mint India.
és mondja, hogy nem engedjük meg az innovációnak, hogy, hogy egészséges módon menjen már a fejlődés, és ennek hosszú távú következményei lesznek, és nagy bukás lesz a vége az egésznek. Már nem szabályozzák rendesen, hanem hagyják így azért vagy nyugat módjára működni az egészet. Na, Gary Gensler, főkolompos az USA tőzsde felügyeletétől azt mondja, hogy jaj, hát nekik nincs elég erőforrásuk, nincs elég emberük, hogy rendesen kriptotörvényekkel foglalkozzanak, meg ilyenek. Emellett meg ezért duplájára növelte a behajtóknak a számát, hogy a pénz az meg dőljön hozzájuk, még több pénzt tudjanak beszedni, de szabályozni nem akarja a kriptoteret. Pedig mondják, hogy a hagyományos pénzintézmények meg nagyon jönnének már a kriptotérbe, de törvény rendesen szabályozza kéne, hogy legyen a kriptotér. És akkor mondja itt azért Hester Pierce, hogy jó, hát mehetnek a csalások után, de sokkal pozitívabb szerepet kéne betölteni az USA tőzsde felügyeletének a fejlődési oldalt tekintve is. De el kéne eddig jutni, el kéne kezdeni dolgozni, mondja ő is. Mert hogy nem láttam, hogy egyáltalán az akarat is meg lenne eddig annak az irányába, hogy dolgozni akarnának, hogy bármit csinálni akarna az USA tőzsde felügyelete itt a kriptotörvények terén. Hát sajnos tényleg ez van. Saját belsős emberük mondja, hogy vicc, ami ott megy. Tovább a portugál parlament elutasította a kriptoadót, most el a balosoktól jött, ők vannak kisebbségbe, és azt javasolták, hogy ma, hogy igen, hogy 5000 dollár, hát mondjuk 2 millió forint fölött kelljen nyereségadót fizetni a kriptók után, de ezt leszavazták a micsoda a szocialista... Ja, hát persze a szocialisták a jobbosak, olyan mindig ezért keverem a kettőt, nekem ez mindegy. Jó, a náci, a nacionalisták azok a jobbosok, oké. Szocialista párti leszavazta a baloldali törekvést, mert hogy azt mondják, hogy na hát most már ők dolgoznak valami törvényen, majd nem akarnak, hogy adó lyukak legyenek, meg kiskapuk benne, majd mert ők csinálnak jobbat. Mert hogy jelenleg nulla adó, ugyebár zéró adó, semmit nem kell adó, paradicsom, kriptoadózás szempontjából Portugália semmit nem kell fizetni. De mondják, igen, hogyha nem profi tevékenységben, tehát magánszemélyek, hogyha nagy cégek kereskednek, akkor azért kell fizetni utána, de ha magánszemélyek adják, veszik a kriptót, akkor azután nem. De törvényt akarnak majd módosítani, hogy azért folyjon már be nekik is valami adó, de nem fogadják el a balosoknak a törvényeit, majd a jobbosok csinálnak másikat. Oké, azt mondja, hogy a Binance meg Kazasztánba ad tanácsokat a kormánynak a kriptoszabályozásokkal, kriptotörvényekkel kapcsolatban, segíteni fognak a hagyományos bankrendszernek összekapcsolódni a növekvőben lévő kriptotérrel. Oké, azt mondja, hogy Paraguayba, hát egy szinten a kormányba már átment a kriptotörvény, ami ebbe a törvénybe meghatározzák, definiálják, hogy mik a szabályok, a kriptobányászattal kapcsolatban, meg minden egyéb. Ez forró téma, most nagyon aktuális téma Paraguayban, mert hogy olyan olcsó az áram ott is. És na most egy szinten jóvá hagyták, valami Chamber of Representatives, a képviselőknek a kamarája. Most megy tovább majd a szenátushoz, aztán a szenátusnak majd 90 napja lesz, hogy ő is eldöntse, hogy mit mond rá, aztán ha a szenátus jóvá hagyta, akkor megint megy tovább, utána az elnöknek is majd még jóvá kell hagyni. Ezért nem születnek itt egyik hétről a másikra törvények, mert olyan, fúj, iszonyatosan lassan őrölnek a bürokrácia malmai világszinten minden téren, hogy az valami förtelem. Tovább a JP Morgan növekvő blokklánc használatot lát előre a pénzügyi térbe, és ezért saját szolgáltásait is bővíti ezen a téren. Tokenizált fedezeteket, mint saját tőkés dolgok, hagyományos tőzsdei részvények, a rendes fizetés, vagy más vagyontárgyak, ezeknek ezeket mind tokenizálni akarják, és akkor fedezetként is lehet majd őket használni. Hosszú távon a JP Morgannek a blokklánca az hidat képezhet az intézményi befektetők és a DeFi tér között, meg a kriptogazdaság között. Jó, tovább. A Huobi megvette egy latin-amerikai kripto tőzsdét, a Bitexet, mert hogy úgy hiszik, hogy ez a régió az egyik legaktívabb kripto téren világszerte. Szinten így is van, Dél-Amerika nagyon kezd beindulni. Jó, úgyhogy jönnek is ide. És akkor a Tether megint csak jön Dél-Amerikába. A Tether elindította a mexikói tokenhez, mexikói pezóhoz kötött tokenjét.
Ethereum, Tron, meg Polygon blokkláncon elérhető. MXNT, így hívják, MXNT token, és MXNT stabil kriptó, ez egy az egybe mexikói pezó van mögötte fedezetnek, és van USDT-jük, ugye bár annak az USA dollárra fedezete, van EURT-jük, annak amögött az euró a fedezet, van CNHT-jük, ez egy offshore kínai yuan fedezetű token, van XAUT-jük, emögött arany a fedezet, rendes arany. Azt mondja, hogy, és a Tether azt hiszi, hogy a digitális pezó az nagyon jót fog tenni Mexikó határok közti utalások iparának. Tehát itt is ugyebár, mint El Salvadornál mennek az USA-ba dolgozni a mexikóiak, ahogy utalnák haza a fizetésüket, az USA bankjai még levágnak belőle 5-10%-ot maguknak a semmire, azért mert egy nullát átírnak egy egyesre. És akkor ez egy multibillió dolláros összeg, amik folynak át itt Mexikóba. És jelenleg itt most nehézségek vannak a pénzátutalásokkal, meg hát drága is a hagyományos pénzügyi rendszer, lefossza őket. És ezért lehetőséget jelent a stabil kriptók számára, úgyhogy fogták. És ez gyorsabb, olcsóbb lesz utalni a pénzeket hazafelé a családnak az USA-ból, hogyha ezt a mexikói MXNT tokent használják, a mexikói pezó egy értékű tokenjét. És mondják, hogy egy tesztpálya lesz, hogy új felhasználók latin-amerikai piacon, azoknak egy új teszt, hogy akkor fogják-e használni, vagy sem. Mert mondják is, hogy látják a növekedést a kripto használatban Latin-Amerikában az elmúlt év során, és ezért hát terjeszkednek ők is, látják, hogy hol megy nagyon az üzlet, akkor jönnek minél több terméket hoznak ők is ide. Jó. Nézzük tovább. Miközben a hagyományos tőzsde visszapattant, az elemzők azt mondják, hogy a bitcoin elvált a hagyományos tőzsdétől, és nem mozog már vele együtt, nem húzza fel a hagyományos tőzsde. Szürkével jelöltem, hogy hát mondom, ez nem igaz, hát napok óta nézegetjük, azért ugyanúgy mozog, mint a hagyományos tőzsde. Mindig eddig legalább egy hétnek kéne eltelnie, hogy úgy tényleg ki lehessen nyugodtan mondani, hogy na akkor tényleg, mintha elvált volna a bitcoin a hagyományos tőzsdétől. De most valami szörnyen förtelem, ami történik, mert ha gyorsan megnézzük, undorítóan mocsok dolog, ami most megy, mert a hagyományos tőzsde lő ki az égbe, a bitcoin meg szakítják be a picsába. Nem tudom, hogy erről finomabban beszélni, mert ez egy förtelmesen gusztustalan mocsok, amit most csinálnak, és nem tudom, hogy ki csinálja. Azt mondja, hogy ha ide dobjuk a bitcoint, és megnézzük, hogy ma hogy ment, meg tegnap estéhez kell, hát ez hogy néz már ki, hát ez tiszta szörnyű, ez undorító, ahogy ugye már napokig ezért mondtam, meg ezért jelöltem ki, hanem napokig hát ez ugyanúgy ment, itt azért nem volt nagy változás, sárga vonal, zöld, piros, ugyanúgy ment, mint a tőzsde. Tegnap volt kis furcsaság, mikor megszakították, de utána itt ez a boltíves része, az meg ugyanolyan volt, mint a hagyományos tőzsdének, amíg be nem zárt tegnap este a hagyományos tőzsde. Úgyhogy eddig egész jó, hasonló volt a dolog, ez egy ilyen ezért külön kis szakítás volt, itt lehúzták a 28-6 alá. Úgy voltam, az utolsó jel arra, hogy most már tényleg indul meg a kriptopiac felfelé. Erre fel, ezért az arcunkban mocsokkodnak egy ilyet. Ma, hogy ma megindult a tőzsde, na tessék, a hagyományos tőzsde 0,5% plusz van, a bitcoin meg 1,5% mínusz, bár mi történik itt, mi a jó Isten történik? Egyszerűen hihetetlen, hogy mi van itt, ez valami förtelem most már, tényleg erre nem lehet mit mondani. Na jó, megnézzük a piaci áttekintésnél is, addig ezt vissza, meg bitcoint is, 28.600, na ott fogják, vagy 2000, le is szagadtál 600 alá is, nem, oda nem tudják levinni, mert szerintem, ha megnézem, most is 2500 bitcoint rögtön megvesznek, hogyha lemenne 28.600-ra, 2500 bitcoint már vennének is, úgy, mint a cukrot rögtön. 2500, itt van, 2500, 28600-nál 2500 bitcoinnal fogják, nem bírják levinni ez alá a vonal alá, amit az egésznek az alja, ez alá nem bírják levinni. Hát ne is bírják, de nem is értem, hogy mit csinál ez itt lent, hát takarodjál már felfelé, 30 fölött van a helyet, hát tegnap óta egész héten nőtt a hagyományos tőzsde, meg pirosba szerencsétlenkedsz. Ki manipulálja ennyire? Melyik akarja már ennyire tönkretenni a bitcoint? De én nem hiszem, hogy lentebb tudják, hát annyian akarják felvásárolni. Váltsál át zöldbe, ha már kiakadtam rád, váltsál át zöldbe. Nem a bitcoinra vagyok kiakadva, mert a bitcoint azt szeretem, imádom, hát a világbékét elhozza. Hanem arra a bitcoinnak a 10%-ára, amivel a hagyományos tőzsdén, amivel ez a zöld-piros vonalakat látjuk, amit csak manipulációra használnak a hagyományos tőzsdén. Mikor már százezreket érhetne meg, ha racionális lenne a világ, akkor már milliókat, több milliókat, meg több 10 millió dollárokat érne egy bitcoin.
Úgyhogy fú, tiszta vicc, hogy ki a jó Isten akarja ezt itt ennyire lentartani, még miért? Ja, jó, többen, mert már úgyse tudnak kiirtani, hát kapitulált az összes átutazó. Aki átutazóba jött, hogy na most akkor majd holnap csilliárdos leszek, azt akkor felét elvesztette a pénzének, az elhúzott már a francba. Aki maradt, az nem fogja eladni, hiába próbálják itt szagadni, nem fogjuk eladni. Hagyjátok békén. Tök értelmetlen. Jó, és akkor még annyit is mondják, az aranypiacok azok is nyomás alatt vannak, bla 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 bla, egyszer. Igen, mondják, hogy itt a jaj, világvége, előrejelzések, meg hogy majd így válság lesz, meg úgy válság lesz, azt már túltolták, most már ezért pattan vissza a világpiac, nem lesz itt válság. Jó, igen, nagy pattanásra számítanak, erről már régóta beszéltek, mert már annyira el volt minden adva, minden annyira akciós volt, hogy innen már pattanni kellett. Jó, akkor itt Alex Krüger mondja egy ember, hát az előbb mutatta, mert itt az övéből se látszik, mert ez csak az izé, Terra Lunának az összeomlás, amikor elvált, de hogyha jobb szélt nézik, az ugyanúgy mozog, mint a kriptopiac. Tehát itt azt mondtam, hogy azt hazudja, hogy a legrosszabb szituáció a kriptotérből elindult, vagy valaki hisz ennek a hülyének, azt azért nem veszik a kriptót, azért tartják. De nem, mert hát a hagyományos tőzsdének kéne venni, ahogy eladta, hogy rohadjanak meg ott, ahol vannak, ahogy eladták a Wall City kereskedők, úgy kéne most visszavenniük. Ha tök mindegy, ha meg nem veszik vissza, akkor többet a büdös életben ne nyúljanak hozzá, majd mi visszaveszünk, azt akkor megy fel rendesen az ára, de akkor nem lesznek benne 60%-os szakadások, meg ilyen hülyeségek. De úgyis manipulálni fogják, mert ezek mocskok. Na jó, azt mondja, hogy itt az ember azt mondja, hogy a legrosszabb szkenárió helyzet az előállt. Most hát ez eddig úgy nézett, hogy hazugság, nem tudom, majd piaci áttekintésnél meglátjuk, hogy mennyire hazugság. Mert hogy nem követi le már a hagyományos tőzsdét, a Wall Street, a Bitcoinnak az ára. Mert hogy a Wall Street az hétfő óta egész héten nőtt, de csak a Wall Street, a Bitcoin meg nem. És igen, sokan nem érthetnek ezzel egyet, ez is rendben van, mindenkinek a nézőpontja különbözik, hát nekem is, mert ez nem így volt, de az elmúlt pár órája ez úgy tűnik, hogy még lehet, hogy igaza van ennek az embernek, hogy a fenébe már. És akkor aranya, az arany sem egy sehova, ugyebár szerencsétlenkedik az arany, 1850 dollár egy uncia, elmúlt 30 napban nem, hogy nőtt volna, de 1,5%-ot csökkent az arany. És akkor mondja is, Peter Schiff már ezért kapott az alkalmon, akkor itt nyomja is, hogy na most akkor Bitcoin már nem mozog együtt a Nasdaq-kal, majdnem leesett 28-szer alá, ezt én is kérdőlve, pedig ezt is kérdőltem, tök mindegy lett, hogy kifagyott belőle. És akkor majdnem 28-szer alá is lement, hát ez volt tegnapi szakadás, amit mondtam, utolsó jel a kilövés előtt, aztán remélem, hogy tényleg az is lesz. De nem, mert most meg hova szakadják, meg minek szakítják, meg úgyse tudják levenni 28-600 alá, nem is értem ezt a szíjátékot, hogy ami megy az elmúlt 1-2 órába, másfél órába. Jó, és na, és akkor Peter Schiff is itt nyomja itt a hülyeségét, hogy úgy gondolja, hogy igen, a NASDAQ-kal együtt fog mozogni a Bitcoin, de csak akkor, amikor zuhan, amikor nő, akkor meg nem, hogy ó, a fenébe már. Hát remélem, nagyon remélem, hogy nem így lesz ez. Nézzük tovább. Ja, jó, miután Luna összeesett, bla bla bla. A Bitcoin dominancia erősödött, az Ethereumnak meg gyengült. Jó, ebben ennyi volt, semmi extra. Tovább a Bitcoin bányászati nehézsége az csökkent 4%-kal. És ebben tök pozitív, hogy 10 hónapja ez a legnagyobb csökkenés. Ez a kicsi semmi 4% még így is feltörhetetlen rendszer a világon. És ezért tavaly július óta nem csökkent még ilyen picit se. Most. És még mindig ez egy 31,2 trilliós volt a nehézség, most lecsökkent 29,8 trillióra. Itt látszik, hogyha itt még a végét nem húzták be, ez 29 felé. Emellett a Bitcoinnak a világszintű számítási kapacitás 200 exahash még mindig az a legfeltörhetetlenebb rendszer az egész világon. A plafonja az május 2-án volt, akkor 275 exahash volt a számítási kapacitása. És jelenleg a Bitcoin ugyebár olcsó, le van szakítva itt az ára. És ezért, hogyha olyan 40-50 forintos kilovattóra árammal számoljuk, hogyha azzal hajtják a bányászgépeket, akkor azok a bányászgépek, amik már 50 vagy 30 terahesnél kevesebbet, kisebb a számítási kapacitásuk, azok már nem túl nyereségesek, ha csak a bányász nem tudja az áramot 40-50 forintos kilovattóránál olcsóban megvenni. Tehát ugyebár ez a lényege, hogy zöldé teszi, ez az egy a világon az egyetlen ösztönző, ami azt mondja, hogy te csináljál napelemet, meg szélerőművet, meg vízerőművet, meg hőszivattyút, vagy geotermikus erőművet. Mert hogy akkor lesz gazdaságos, akkor tudsz még több értéket előállítani, hogyha ingyen van az energia, ilyen sehol nincs a világon máshol. Csak ugyebár beszélgetnek róla, meg látszott intézkedéseket csinálnak, hogy ingyen energiát akarnak, de hát rohadtul nem akarják, hát azzal nem lehet sokba tartani a népet.
Tovább, Eurovízió, jó, hát az ukránok nyerték, ez egyértelmű volt itt a háború közepette, és akkor NFT-ket is ki fognak adni, akik megnyerték itt, ezért, hogy azzal is támogassák a jótékonysági alapot Ukrajnában. Tovább az Avaxot meg az Atomot említették, jó, az Avax is jó lehet, majd meg az Atom is, nekem is a komolyabb közt, ott kb. A top 8 kriptó benne van, vagy top 10-ben, amiket én is fogok komolyabban. Jó, ez érdekessége, csak ilyen apróság, ez fizetett hirdetés, annyi, hogy a TradingView már brokerként feljött az 8-cap is. Az már megjött egy pár hónapja, hogy az FTX-et össze lehet kötni a TradingView-val, és akkor, ahogy nézze a TradingView-n az árakat, ugye vár az ember, akkor már rögtön, ha össze van kötve az FTX-et, rögtön tud is adni-venni. Na most már az 8-cap van ilyen cég is, ezt is össze lehet kötni brokerként, és akkor azon is lehet adni-venni. Na és akkor elértünk, nézzük, hogy Bélánál mi volt. Hopp, Béla ellopta a pólós sztoriaimat, eddig sose piros meg zöld pólózat, tegnap már ő is elkezdte, tegnap felvett egy piros pólót. Azt mondja, hogy piaci nyitás mi volt nála gyorsan. Bitcoin dominancia, igen, ezt mutogatja, hogy tegyük ki nagyba. Na, valamikor leszedi a képet a sarokból, hogy lehessen látni az egészet? Hát nem. Na jó, Bitcoin dominanciát mutatja, ugye már mennyire, hogy ez még 2018 előtt még 80% fölött volt a Bitcoin dominancia. Még 2019 vége felé is olyan 60%-on volt, 60-70-en, és akkor utána 2020, dehogy is 2020 végén volt 60, nem látni ezt sem, hogy melyik évben benne van az arcod, meg a képet, hát csináld már meg úgy, mint én, jaj, Béla, ja, basszus, vagy George, ja, George, át kell szokni, George, igen, George hírei. És akkor azt mondja, hogy 2021 januárjában volt, amikor úgy megindultak az altok, hogy itt az állat, és akkor le is esett a Bitcoinnek a dominanciája 40%-ra, most is a körül van. Jó, egyszer a dominanciáról. Máskor mit mondott? Igen, nagy támasz van itt 30 ezernél, ezért nem tudják a medvék lentebb tolni. Jó, veszik még mindig a Bitcoint a nagy bálnák. Harmadik legnagyobb bálna. Azt mondja, itt is jó, egyre többen veszik a bitcoint, felfelé kéne menni az árnak, tötörő mindenféle diagramok. Itt megint valami, hogy a bitcoin elérte az alját, innen már felfelé kéne menni, itt megint elérte az alját, felfelé kéne menni. Akkor itt megint elérte az alját, felfelé kéne menni. A félelem is elérte az alját, amiatt is felfelé kéne menni, az is már 10 körül kavarog, már megint 1000 éve. Terráról jön majd az új Terra, de az majd csak holnap jön az új Terra, úgyhogy ennyi most csak eltolták, úgyhogy a fene tudja, mi lesz majd vele, meg hogy lesz, mennyit fog érni, ki tudja, nézzük tovább, másik Bélás hír. Jó, Bitcoin dominancia megint, hogy igen, látom, és a Bitcoin dominancia fog erősödni, jobban fog erősödni a Bitcoin, mint az altok. Azt mondja, hogy Bitcoin, Nasdaq, Dow Jones. Ja, ez itt nem is, hát ez itt az internet terjedéséhez, hogy mihez hasonlítják, hogy így terjed majd el a Bitcoin is. Na de itt van, ha az elején ezt mutatta, igen, hogyha összevetette valaki, hogy Nasdaq, Dow Jones, Bitcoin, hát már más évekből, tehát itt más évskálán van az egész, de hogyha amikor egy nagy növekedések voltak Dow Jonesnál, vagy Nasdaqnál ráhúzták a Bitcoint, akkor most megint elvileg egy nagy növekedésnek kéne lennie. Akkor itt megint az van, hogy lent van a... Ja igen, csak a S&P 500-zal összehasonlítva a Bitcoin, hogy arányba hogy vannak, itt megint van egy határ, emiatt is nőni kéne. Remélem, hogy amire átérek a piac áttekintésre, már olyan zöld lesz a Bitcoin, mint Ihaj, mert semmi oka nincs arra, hogy itt piroskodjon, mikor a hagyományos tőzsde meg új zöldel, mint az állat egész héten. Jó, ARK Invest, Keti Vúdéktól ők is benyújtottak, hogy legyen már rendes Bitcoin ETF-re, az USA tőzsde felügyeleti ezt, hagyj engedje már nekik. Bitcoin bálna, oké, okay. 2000 Bitcoint leszedett a Coinbase-ről, ugye 60 millió dollár értékben megint jött le Bitcoin a Coinbase-ről, ugye már folyamatosan csökken a tőzsdéken, a Bitcoinnak a száma az csak jó, annál kevésbé tudják utána majd manipulálni, meg minél nagyobb lesz az ára, az is hozzászámít. Akkor jó, ez az a réges ír, hogy a Lego, hát vagy ne, ez mondjuk egy frissebb, mert a Lego mondta, hogy ők is ennek a metaverzumban, ez most arról szól, hogy kifejezetten, hogy a gyerekeknek kéne csinálni, figyelembe kéne venni, hogy úgy kéne fejleszteni a metaverzumokat, hogy gyerekeknek az jó legyen, mert hogy úgyis a Legót, meg minden, meg a gyerekek fogják majd a metaverzumokat elkezdeni használni először. Lunánál friss hír, hát az a friss hír, hogy majd mégiscsak holnap jön elvileg a Luna. És akkor itt sok minden, rengeteg akcióval mondja még Béla, és akkor nézzük az utolsót, amit még hozott. Azt mondja, hogy jó, hogy itt is mutatják, hogy na az infláció az már plafonos, már hozzák azokat a számokat.
Hát, ha megindul a világpiac, meg is indult a világpiac, csak a bitcoinnak követnie kéne. Ja, itt elcsodálkozott, hogy mondták neki, hogy csodálkozott, hogy Európában milyen nézé benzinárak vannak, hogy fő, az nem tudja hova tenni, hogy ha úristen, hogy USA-ban tényleg ilyen olcsó a benzin. Meglepődött rajta. Azt mondja, mi volt még itt nála. Igen, likvidálások, mennyi tőkeáttétest írtottak ki, Ethereumból írtottak ki a legtöbb tőkeáttétest itt. A tegnapi szakítással mondja, hogy talán emiatt ment le az Ethereumnak az ára, de hát senki nem látja, sehol nem láttam, hogy ezért figyelték valamit, tegnap hozott le a Bitcoin, news.bitcoin.com, hogy ugyebár 8 féle nód külön vált, teljesen átszerveződött saját magától az egész Ethereumnak a hálózata, most így hozzák a befektetés alapú sztorit, úgyhogy vannak náluk furcsaságok. Akkor itt dupla ajna, ez az, amit én mondtam tegnap, hogy kitörtünk megint már itt a 28.600-al áll leért egy picit a bitcoin. Ez a második beszakadás, az első ugyebár, amikor 25.500-600-al, vagy meddig jöttünk le. Első beszakadás, második, és akkor utána lő ki rohadtul a piac. És most ugyanez van megint, azt mondja, mutatja itt George is nekünk, szokjak már át a George-ra. És akkor ugyanezt lehetett az egyéb években is megfigyelni, első szakítás, második, puff, utána kilövés. Mindenféle években meg tudja mindenki nézegetni magának, hogy voltak ezek. Na, onnan elvette még a fejét, akkor még a jobb alsó sarkot is tudom mutatni. Itt, hogy itt is így néz ki, 2021-ben is. Jó, és akkor tovább mi volt még itt? Ezt már mutatta, hogy itt is, ez is az alja, ez már volt az előző hírbe. Akkor hát egy billió UST-t elégetnek közösségileg, de hát sokkal több van annál, ez kb. Csepp a tengerbe. És akkor még mindig nem tudják, meg tologatják, hogy majd, hogy mégsem jön ki az új luna, majd holnap jön ki az új luna, meg ez van, meg az van, a fene tudja, majd meglátjuk, ha egyszer kijött, hogy mi lesz vele. És akkor bitcoin dominancia, na ez megint az, hogy igen, dominancia, arról már volt szó, hogy lehet, hogy most a bitcoin fog erősödni, pedig az altoknak kéne most keményen visszatérniük. Na jó, azt mondja, hogy ennyi volt ma a hírek. Bejövök gyorsan, mindjárt a piaci áttekintéssel nézzük meg, mi a jó Isten van, mert ez valami szörnyű, hogyha a világpiac megindul felfelé, a bitcoin meg nem, azt én nem tudom hova tenni. Ez vicc lenne az egész, úgyhogy nézzük is. Gyorsan kidobom a híreket, aztán jövök a piaci áttekintéssel. Addig is, sziasztok!